Azt mondja meg nekem, Sallai, mi a védekezése? Semmiféle erőszakos cselekedetet nem végeztem. Csak a propaganda erejével óhajtottam meggyőzni a munkástömeget arról, hogy sorsuk javulását egyedül a szocializmus győzelmétől várhatja. Ne programbeszédet mondjon, hanem védekezzen. Kérem, én nem programbeszédet mondok. Ez az én védekezésem. Ezeket az eszméket külföldön mindenütt szabad terjeszteni. A kommunista párt mindenütt szabadon működik, csak Magyarországon. Na elég volt. Fürst Sándor, bűnösnek érzi magát? Nem, mert nem tekintem bűnnek azt, amit tettem. Akar valamit előadni? Csak annyit, hogy valótlan az az adat, mintha én a párt titkára lettem volna. Ezt a vallomást csak a verések hatása alatt tettem. Július 17-én éjjel 5 detektív vert órákon keresztül. Ezek közül 3-at név szerint is meg tudok nevezni. Üljön le! Itt felmutatok a tanácsos úrnak egy inget, amely Sallai inge volt, és amelyet a védencem hozzátartozójától kaptam. Nem tetszik tudni, mitől ilyen véres ez az ég? Ne csináljon itt ilyen tréfákat! Semmi közünk ahhoz, hogy a családtagok hogyan szerezték ezeket a vérnyomokat. Tehetett-e a vádlott ebben az ingben más valomás, mint beismerőt? De Schweinitzer tanácsos úr nem is tagadta, hogy verték a vádlottat. A Magyar Szent Korona nevében a budapesti királyi büntető törvényszék, mint rögtönítélő bíróság nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő ítéletet. 1. Sallai Imre 35 éves budapesti lakos nős, magánhivatalnok, és 2. Fürst Sándor 29 éves budapesti lakos nőtlen, magánhivatalnok vádlottakat bűnösnek mondja ki és halálbüntetéssel bünteti, az 1921. évi 3. törvénycikk első paragrafusának első bekezdése alá eső, az állami és társadalmi rend erőszakos felforgatására is megsegíti. Az osztály háború.